nem voltam elég gyors. Fiúk, lányok, kezdődjön a Gamer News, 3 játék előzetessel készültem nektek már. A remek Half-Life 3 videó jött, nagyon várjátok már a Half-Life 3-at, gondolom. Olyan nagyon régóta várunk már arra a nyomvat Half-Life folytatásra, hogy tényleg nem csoda, ha már sokan elvesztették minden érdeklődésüket a program iránt, de hogy is lehetne hibáztatni őket? Túl sok idő telt el a Gordon legutóbbi kalandja óta, és túl sok jó játékkal tölthettük el az időket, de most megkaptuk a Half-Life 3-nak a legeslegújabb előzetesét, amit most nézzünk is meg. Over here! So nice to have you with us, Mr. Freeman. I will see you up ahead. Ugye? Nagyon rendben van. The Red Soul Styles előzetest is hamarosan meg fogjuk nézni, úgyis hát inkább gameplay, de nem baj. 2060-ban a Földön elszabadult egy vírus, ami megtizedelte az emberiséget. Erről fog majd szólni ez a játék, de hát helyettem beszéljen akkor a előzetes, vagyis inkább gameplay. In the year 117 AE, after Earth, during an exceptionally violent storm dubbed the Red Solstice, the human colonies on Mars lost all contact with Tharsis, the colony referred to as the Capital. Soldiers in the service of the Elysium Corporation, elite marine troops, were sent to find out what happened to the colony. Thank you.
hiába. Hát, ez alapján az előzetes után annyira nem lesz nagyon-nagyon nagy játék, de azért majd csak kipróbáljuk. És végül az utolsó előzetesünk Trials Fusion előzetes, és a következőt írták oda, tehát, hogy mekkora marketing vigyázat függőséget okoz, gyakorlatilag gázduba. A Redlink Next Genre költözteti a hiperaddiktív és annál csak szórakoztatóbb játék sorozatát, a Trials-t. Rengeteg újítással, de megszokott hangulattal jön a Fusion. Nézzük is ennek az előzetesét. The future has been foretold. Our world will be changed forever. And into this world, the next generation of heroes will rise and fall. Milyen bátrak vagytok. És mennyit kell készülni egy ilyen poénra, király? De jó. Fiúk, lányok, olyan vagyok, mint egy gomba. Na mindegy, fiúk, lányok, ennyi volt már a Gamer News.